Az őrző angyalok ünnepe nem mai találmány. A 16. században kezdték megülni Spanyolországban, és a 17. században általánossá is vált. A római kalendáriumban 1615-ben vezették be. Liturgikus napjukat II. Ferdinánd császár kérelmére 5. Pál pápa szeptember első vasárnapjára, később 10. Kelemen pápa a Szent Mihály ünnepe utáni első szabadnapra helyezte. 10. Pius rendeletére ma az összes nyugati egyházban október 2-án ünneplik meg a Szent Őrző angyalokat. A katolikus liturgia szerint az angyalok szellemi teremtmények, akik szünet nélkül dicsőítik Istent és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit küldetésében segítenek. A katekizmus a következőket tanítja. A gondos szülő védővezetőt biztosít az útra gyermeke mellé, a mennyei atya is ezt teszi a veszedelmek ellen. Szent Bernát tanítása szerint tiszteletet kell adnunk az őrangyalok jelenlétéért, odaadást a jó akaratukért, bizalmat az őrségért. Szent Ágoston így ír az angyalokról. Az angyalok egész létük szerint Isten szolgái és hírnökei. Ők azok, akik teljesítik szavát, mihelyt meghallják beszédének hangját. Mint tisztán szellemi teremtményeknek értelmük és akaratuk van, személyes és halhatatlan teremtmények. Tökéletességük fölülmúlja minden látható teremtményét. Ennek bizonysága dicsőségük ragyogása. A katolikus egyház tanítása szerint az egyház egész élete az angyalok titokzatos és hatalmas segítségét élvezi. Néhány angyal emlékezetét külön is ünneplik, így Mihályét, Gábrielét és Ráfaelét. A hagyomány szerint az őrangyalok gondolatokon, képeken, érzéseken keresztül kommunikálnak velünk, melyeket elfogadhatunk vagy elutasíthatunk. Ahogy Ferenc pápa fogalmazott, amikor nem akarjuk meghallgatni őrangyalunk tanácsát, az olyan, mintha azt mondanánk neki, menj el. Veszélyes dolog elzavarni útitársunkat, mert egyetlen férfi, egyetlen nő sem adhat tanácsokat önmagának. Másnak adhatok tanácsot, de magamnak nem. A Szentlélek az, aki tanácsot ad nekem, és őrangyalom ad tanácsot. Ezért van szükségünk rá. Ez nem egyfajta fantáziadús tanítás az angyalokról, nem, ez a valóság. Az, amit Jézus és amit Isten mondott, angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az uton, hogy el ne tévedj.